A Pápai Vízmű ZRT Tapolcafői vízbázisán két darab 400 méter mély és egy darab 375 méter mély kút működik. Ezekből a mélyfurású kutakból kerül a víz a pápaiak otthonába, magyarázta Vörös Dániel, a Vízmű ZRT vezérigazgatója. A mélyebb rétegekből szívjuk idősebb vizet mindenféle szennyezőanyagtól mentes, tehát ebben nincsenek mikroműanyagok, körülbelül 10 000 éves vizet isznak Pápán és az említett 20 településen, amit még innen látunk el. Emiatt Pápán a klasszikus értelemben vett víztisztító berendezésre nincs szükség, a vízben található mindenféle élőszervezetet azonban itt is eltávolítják. Itt fertőző képes élőszervezet, illetve olyan, ami egészségre káros, az nincs, de mégis, mivel a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer, az ivóvíz, ezért nekünk olyan határértékeket kell tartanunk minden egyes paraméter tekintetében, hogy nulla. Tehát nincs tűréshatár, itt minden olyan szervezet, ami esetleg benne találtathatik az ivóvízben, azt ki kell, hogy vegyünk. Ehhez használják az UV-fertőtlenítőt. Ez nem is fertőtlenítő, hanem csirátlanító, tehát minden egyes élőszervezetet elpusztít, még hogyha mondjuk ez klórral, vagy klórszármazékokkal, klórgázzal és egyéb ilyen fertőtlenítő szerekkel csinálnánk, azok csak fertőtlenítenek, és vannak klórrezisztens, illetve vegyszerrezisztens baktériumok is, amiket ugye ezzel nem lehetne eltávolítani, de ezt az UV megoldja. Klort azonban a Pápai Vízmű ZRT is használ. A hálózatban is lehetnek olyan helyek, főleg csőtöréskor, amikor esetleg fertőzés kerülhet bele, ezért egy nagyon minimális klort teszünk az ivóvízbe, klórgáz formájában. Ez 0,3 mg lehet literenként benne, mi 0,05-öt rakunk bele, tehát a hatodát, mint amennyi az előírás. A csapból kifolyó, olykor fehér színű víz azonban nem a klórozás jele, hanem a levegő buborékoké. Ez nem a klórtól van, hanem attól, hogy a csapoknak olyan funkciója van, ami beszívja az oxigént, és az segíti egyébként a szennyvíz tisztítást a későbbi folyamatokban. Tehát az, hogyha letesszük a pohár vizet, és ezt hagyjuk, és kilevegőzik, akkor látjuk, hogy ezek a buborékok formájában szállnak fel. A klór nem képez buborékokat, sőt, magának a klórnak nem is fehér a színe, hanem sárga. A pohárban esetleg látható fehér szint tehát a levegő buborékok okozzák.